a prédikáció elején szeretnék nektek egy néhány szóban beszélni arról, hogy hogyan miként is, hogy mik hatottak rám úgy az elmúlt héten, hogy mi vezetett arra, hogy erről fog prédikálni, amiről fogok. Jó néhány évvel ezelőtt volt egy alkalom, amikor volt egy konfrontációnk egy démonnal, amikor imádkoztunk egy hölgyért, megnyilvánult a démon is. A mai napig a fülemben cseng, amikor ő ott a imádkozás elején, a démon elkezdett röhögni, és azt mondta, hogy nincs erő, és röhögött tovább. Nem tudom, Laci emlékszik erre. Együtt voltunk a Lacival, és azóta is sokszor a fülemben cseng ez a gondolat, mert nekem meggyőződésem, hogy van erő, és Jézus Krisztus nevében van erő is. Én hiszem azt, hogy rajtunk is tőlünk függ az, hogy ez az erő meg tud-e nyilvánulni ebben a jelen való világban. És most az elmúlt hónapokban, hetekben elkezdtem foglalkozni Istennek az erejével, hogyan, miként tud ez megnyilvánulni, mert nagyon sok esetben az emberek imitálják, szeretnék megmutatni, hogy Istennek az ereje milyen is, de nagyon sokszor inkább szégyenére vannak Krisztus nevének, mint hogy megdicsőíteni Krisztusnak a nevét. És gondolkoztam ezen, hogy hogyan, miként lehetne, és a mai napig még agyalok ezen, meg foglalkozok ezzel a témával, illetve elkezdtem egy tanulmányt a Derek Prince-nek a testvér tollából, egy szellemi konfliktus című tanulmányt ami szintén a szellemi háborúról szól, itt is, hogy Isten ereje hogyan, miként tud megnyilvánulni, hogyan lehet győzedelmeskedni. A múlt hetekben, ha emlékeztek rá, egy néhány hét beszéltem arról, hogy Isten nem félelemre hívott el bennünket, és Isten nem arra hívott el minket, hogy féljünk, hanem arra, hogy merjünk kilépni. És ez egyértelmű arról szól, hogy ha az ember mer kilépni, akkor harcolni fog, és Isten segítségével tud győzni. Illetve a múlt héten néztem egy filmet, most premier a mozikban, vagy most kezd el premier lenni, de sikerült megnéznem az interneten keresztül. A, mi is a címe? A fegyvertelen katona, így van. És el fog menni megnézni a moziba is, amint lesz Kecskeméten, csak még nincs Kecskeméten. Ez egy igaz történetnek a feldolgozása. Egy úriembernek az élete, aki egy adventista édesanyával és egy alkoholista édesapával lett megáldva. És elhatározza sok-sok okból kifolyólag, hogy ő nem fog fegyvert fogni, de viszont szeretné megvédni a hazáját, és a második világháborúban az ő története van feldolgozva, hogy a második világháborúban elmegy, és az ő maga módján felcserként próbál harcolni. És ezen is elgondolkoztam, hogy mi nem vagyunk fegyvertelen katonák, hanem nagyon komoly fegyvereink vannak, amikről később majd fogunk beszélni, fogunk vele foglalkozni, de viszont nagyon tetszett ennek a fiatal embernek a hozzáállása, hogy kitartott a hite mellett, akárhogy bántották, alázták a saját katonatársai is. Ő neki meggyőződése volt, hogy ő ezt elhatározta, hogy nem fog fegyvert fogni, az ő hite, hite ez, ezt engedte meg, és ő kitartott a hite mellett, és egy hősi katona lett belőle, utána a végén a filmnek a végén bemutatják őt magát az embert, azokat, akiket megmentett én nagyon szeretem az igaz történeteket, mert hiszem azt, hogy ezek a történetek, ahogy a Biblia is írja, bizonyságok, amelyek bennünket körülvesznek, és ezek által a bizonyságok által tudunk épülni, tudunk növekedni, tudunk megerősödni. Illetve még szintén az elmúlt héten volt egy ilyen esemény, hogy Idén 500 éves a reformáció, biztos hallottatok már róla, hosszú ideje ezt már reklámozzák mindenfelől is. Volt egy ilyen reformációs gálaest az állam szervezésében, amin fenn voltam, és ezen gondolkoztam, hogy Egyház állam összefonódása, szétválasztása, ezek olyan komoly témák, amikben nem fogok most részletesen belemenni. De tudjátok azon gondolkoztam, hogy ha megkérdeznék tőlem, hogy mi a Magyarországnak a legnagyobb problémája, akkor én nem a politikát mondanám, nem a korrupciót mondanám, nem azt mondanám, hogy ilyenek olyanok, amolyanok az emberek. Vannak problémák, ez nem kérdés, de én úgy gondolom, hogy Magyarországnak a legnagyobb problémája, ezt már pénteken is mondtam azoknak, hogy itt voltak, a legnagyobb problémája a gyenge és erőtlen egyház. Én úgy hiszem, hogy az egyháznak, a gyülekezetnek kell, és itt most nem egy egyházról beszélek, hanem a nagybetűs egyházról, Krisztusnak a népéről. Én úgy hiszem, hogy nekünk, Isten népének kell a helyünkre állni, és elvégeznünk mindazt, amire Isten elhívott bennünket, mert így tudunk jó hatással és befolyással lenni a kormányra, a politikára, Magyarország sorsára. Nézzétek meg, ahol Istennek a népe felébredt, ahol Istennek a népe elkezdte az urat szolgálni, ott elkezdett a társadalom megváltozni. És persze, jó, hosszú-hosszú, több száz évvel ezelőtt történt a reformáció, nagyon nagy múltra tekint már vissza, de ha megnézitek, a társadalomnak az akkori szerkezete teljesen megváltozott. A történelem menete teljesen megváltozott, azért, mert volt egy ember, aki elkezdte Istennek az igéjét olvasni, és Istennek az igéje elkezdett ráhatni. Nem megyek bele, hogy milyen lett, meg hogyan, meg miként változott maga az egyház, de én hiszem, hogy maga a reformáció egy nagyon erős, intenzív ébredési időszak volt a világ történelmében. Amikor elkezdett az Istennek az igé, az emberek saját nyelvén szólni. Éppen most mondta az egyik úriember ezen az előadáson, hogy amikor a reformáció elindult, Magyarországnak, miután Károlyék lefordították a Bibliát magyarra, Magyarországnak a 90%-a reformátussá vált. Utána lett egy ellenreformáció, nem, nem megbe a történelembe, de az emberekben volt egy igény, volt egy vágy, hogy változzon meg az egész társadalom, változzon meg az élet, de ez csak úgy tudott megváltozni, hogyha az emberek maguktól belülről megváltoztak. És én hiszem azt, hogy ha bármilyen változást szeretnénk elérni, legyen az az ország, legyen az a város, vagy itt a helyi gyülekezet, vagy a családunk, akkor ez a változás bennünk kell, hogy elkezdődjön. Személy szerint bennem kell, hogy elkezdődjön. Ne a többiekre mutogassak, hogy most mit csinál az Orbán Viktor, mit nem csinál Gyurcsány, vagy lehetne sorolni ezeket a dolgokat. Őnek itt megvan a maguk felelősségi körük, felelősséggel is tartoznak Istennek, és számot is fognak ezekért a dolgokért adni. De nekem a saját dolgaimmal kell elsősorban foglalkozni hogy én mit tudok tenni Isten országának érdekében. És tudjátok, az egyáltalán nem kérdéses, hogy ez a háború, amiről sok-sok ember ír, ez folyamatosan zajlik. Akár tudomásul veszed, akár nem, Istennek a népe jelenleg is harcban áll. Amíg itt vagyunk a Földön, nekünk harcolnunk kell. Akár akarjuk, akár nem, ez a háború, ez zajlik. Csinálhatjuk azt, hogy nem veszünk róla tudomást, és van sok-sok ilyen háborús történet meg film, hogy az emberek próbáltak nem tudomást venni a háborúról. Ez egészen addig sikerült, amíg a háború el nem érte az ő településüket, amíg a front el nem érte az ő városukat, amíg el nem kezdték őket bombázni, vagy el nem vitték a fiaikat katonának, amíg személyesen nem érintette őket, addig nem nagyon érdekelte őket. És tudjátok, a gyülekezet nagyon sokszor úgy íli meg a hitét, hogy amíg engem nem bánt az ördög, addig jól el vagyunk. Tiszteljük egymás köreit, ahogy szokták ezt mondani. És sok esetben a gyülekezet úgy éli az életét, hogy igyekszik nem sérteni más felségterületet, nehogy baj legyen belőle. Mert amíg én el vagyok, addig mások is el vannak, és kész. De mi Istennek a népe hiszem, hogy folyamatosan harcban vagyunk, és nem tehetjük azt, hogy homokba dugjuk a fejünket, nem tehetjük azt, hogy nem foglalkozunk ezekkel a témákkal, nem tehetjük azt, hogy nem harcolunk, hanem igenis maga az életünk egy harc. Maga az, hogy egyszerűen vagyunk egy komoly küzdelem. És olyan érdekes volt ezen a gálaesten, ezt szerintem meg lehet majd nézni a Duna TV leadta, és biztos, hogy lesz ismételve. Volt egy előadás, ami nagyon megérintett engem, egy tánc előadás. Egy hölgy táncolt egy mozgássérült fiúval aki mozogni is alig bírt, vagy járni is alig bírt, és igazából folyamatosan a tánc közben ez a hölgy tartotta ezt a fiút, és annyira megérintett engem ez, hogy mennyire érnek vagyunk mi is, hogy Isten az, aki meg tud bennünket tartani, és sokszor mi nem tudjuk megtenni azt, amit szeretnénk, ahogy szeretnénk, meg ha Isten erejéről is fogunk beszélni, kell, hogy ezzel tisztában legyünk, hogy saját erőnkből nem tudunk győztesek válni. Isten erejére van szükségünk. És amikor bőtölünk, kell, hogy ezzel tisztában legyünk, hogy ez a bőt, ez nem hagyja meg Istent. Nem tudom, ti hogy gondolkoztok erről, de a bőt az nem azért van, hogy kikészítsünk valamit Istennél. Isten meghatódjon, hogy mi milyen nagy áldozatot hozunk érte, hogy ma sejettünk krumplis lángost, vagy bármi ilyesmit. Tehát a bőtnek nem ez a lényege, hogy lenyűgözzük Istent ami teljesítményünk el. Én úgy gondolom, hogy a bőtnek a lényege az, hogy a mi szívünk kezdjen el megváltozni. Mi kezdjünk el formálódni, hogy tudunk lemondani számunkra kedves dolgokról tudunk lemondani azokról a dolgokról, amelyek az egész életünket meghatározzák, mert az étkezés az egy nagyon meghatározó esemény minden embernek az életében, minden napjában. Tehát egy mindennapi folyamatos esemény, és ha az ember ezekről tud lemondani számára kedves dolgokról, akkor ő tud elkezdeni változni. És hiszem, hogy nekünk nagyon fontos megváltoznunk testvéreim. Istennek a népének folyamatosan változni kell. Nem lehet az, hogy azt mondjuk, hogy mi már eljutottunk mindenre, mi már rendben vagyunk. Van egy ilyen gyülekezet, emlékeztek erre? erről is prédikáltam. Mely egy gyülekezet az, ami azt mondta, hogy meggazdagodtunk, minden oké, és helyén vagyunk? A laudíciai gyülekezet. És a laudíciai gyülekezetnek ezt mondja az úr, hogy azt mondod, hogy meggazdagodtam, és nem tudod, hogy te vagy a nyorgut és a szegény. És én annyira tartok attól, hogy nagyon-nagyon sok gyülekezet van ebben a laudíciai állapotban. És őszintén vágyom arra, hogy az Úr mentse meg bennünket, hogy ha benne is voltunk, vagy vagyunk, ne legyünk benne, hanem jöjjünk ki, és legyünk mindig azzal tisztában, hogy a mi erőnk forrása egyedül Isten és az élő Istennel való személyes, intenzív és aktív közösség. Nem tudom, láttátok e és mindjárt be fogom fejezni a felvezetést. Van még egy videó, vagy több ilyen kis videó, amit most elkezdtek magyarra lefordítani amelyek arról beszélnek, hogy sok profícia szerint 2017-ben nagyon komoly események fognak történni. Nem tudom, hogy láttátok-e ezt. Vannak, akik azt mondják, hogy elkezdődik az elragadtatás 17-ben, sőt, szeptember 23-ára teszik. Tehát, hogy meg lehet ezt nézni, hogy hogyan meg miként fognak dolgozni. Van egy 13. századi rabbi, akinek voltak proféciája, amik bejöttek pontosan, és ott is 2017-re valami nagyon nagy változás lesz. Tehát több ilyen profécia kering most itt szerte szét. Majd megnézzük szeptember 24 ig hogy igaz volt-e vagy nem. Én abban biztos vagyok, hogy sem az idejét, sem az óráját nem tudjuk, hogy mikor fog eljönni az Úr Jézus Krisztus, de abban is biztos vagyok, hogy nagyon közel van az ő visszajövetele. És azok az események, amelyek történnek jelenleg a világban, ezek arra kell, hogy sarkanyara bennünket, hogy valóban gondolkozzunk el. És én azt látom, hogy az összes igazi ébredési prédikátor az rendszeresen beszélt az Úr Jézusnak a visszajöveteléről. Rendszeresen azon volt, hogy igyekezett felkészíteni Istennek a népét, hogy legyetek készen, mert közel van az az idő, amikor az Úr napja el fog jönni. Én nem tudom, hogy 2017-ben ezek a dolgok hogyan, miként meg fognak egyáltalán valósulni. De ha meg fognak valósulni, nincs jobb lehetőséged, vagy nincs jobb időszakod, mint a most, hogy elkezdj változni és odaszánni magad Istennek. Ha meg még várat magával az Úr, mert lehet, hogy a kegyelme még tovább fog tartani akár évtizedekig, nem tudom pontosan, de akkor is nincs jobb időd, mint most elkezdeni, hogy odaszánd magad az Úrnak. És hogy komolyan vedd ezt a harcot, komolyan vedd ezt a háborút, mert tudjátok, szörnyű dolog úgy elveszteni egy háborút, hogy belesekeztél a harcba. Sőt, ha bele sem kezdesz, akkor biztos, hogy vesztettél. Kell, hogy Istennek a népe tudjon fegyvert fogni, kell, hogy Istennek a népe tudjon fellelkesedni az Úrért, és elkezdje azt tenni, amerre, amerre az Úr hívta el. És például a bőt is egy ilyen harci eszköz tud lenni a kezünkben, amikor elkezdünk az Úrért bőtölni, elkezdjük magunkat megtörni, akkor elkezd Istennek a munkája egyre intenzívebben kiteljesedni. Jó néhány példa van erre a Bibliában. Amikor Istennek a népe megalázta magát, elkezdett böjtölni, akkor elkezdett változni a történelem. És hiszem, hogy ebben nekünk is aktív és fontos részünk van. De akkor rá is térünk az igére. Nagyon sokat beszél a Biblia háborúról. Nagyon sokat beszél a Biblia arról a harcról, benne vagyunk. Az egyik ilyen ige, a kettő korintusban van leírva. A tizedik részben, ott is a harmadik verstől fogom az ötödik versig felolvasni. Vagy a hatodikig is lehet. Mert noha testben élünk, de nem test szerint vitézkedünk, Mert a mi vitészkedésünk fegyverei nem testiek, hanem erősek az Istennek erősségek lerontására. Lerontva okoskodásokat és minden magaslatot, amely az Isten ismerete ellen emeltetett, és fogjul ejtve minden gondolatot, hogy engedelmeskedjen a Krisztusnak. És készen állva megbüntetni minden engedetlenséget, mihez teljesi lesz a ti engedelmességetek. Van még két alapig, amit fel akarok olvasni. Az egyik az egy Timótausban van leírva. Az első részének a 18. és 19. verse így szól. Ezt a parancsolatot adom neked, fiam Timótaus, a rólad való korábbi jövendőlések szerint, hogy vitészkedj azokban a ma jó vitészséggel, megtartván a hitet és a jó lelkiismeretet, melyet némelyek elvetvén a hit dolgában hajótörés szenvedtek. És még egy, ez pedig a kettő Timótausban van leírva, a második rész, harmadik és negyedik verse. Te azért a munkának terhét hordozzad, mint a Jézus Krisztus jó vitéze. Egy harcos sem elegyedik bele az élet dolgaiba, hogy tetszen annak, aki őt harcossá avatta. Ha pedig küzd is valaki, nem koronáztatik meg, ha nem szabályszerűen küzd. Ez a három ige és érdekes dolog, amikor elkezdtem aktívabban utána nézni ezeknek az igéknek, meg még egy néhány igét megnéztem. Több különböző szó van a háborúra, a harcosokra, és itt jó néhány, amit felolvastam ezek közül, egyetlen egy igére, vagy egyetlen egy görög szóra vezethető vissza, a stratégosz nevű görög szóra. Innen jön a stratégia, meg a stratégiai gondolkozás. Én mindig is szerettem a stratégiai játékokat, és foglalkoztam ezekkel intenzívebben gyerekkoromban. De azt látom, hogy maga a stratégia az a régi háborúkban is nagyon-nagyon sokat jelentett. Mert sosem az volt az igazán lényeges, hogy hányan vannak egy hadseregben, nem az volt a lényeges, hogy milyen erősek az emberek egy hadseregben, hanem az, hogy milyen stratégiával rendelkeznek, hogyan készülnek fel. Jó néhány információt néztem az internetről, a stratégiáról, nem fogom ezeket most veletek megosztani. A Wikipedia is részletezi, hogy hogyan, miként működnek a stratégiák, a hadművészet, a taktika, stb. Jó néhány része van ennek. De én egy kicsit bibliai részből szeretném megnézni, meg igazából nagyon sokan vannak, akik a vállalkozás tekintetében is foglalkoznak azzal, hogy hogyan kell egy jó üzleti stratégiát felépíteni, vagy marketing stratégiát, sok-sok része van. De az alapvető gondolata a stratégiának, én úgy próbáltam ezt röviden megfogalmazni, hogy egy átfogó terv a győzelem vagy a cél eléréséért. És én hiszem, hogy Isten népének egy átfogó tervben kell gondolkoznia, nem csak akciószerűen. Tudjátok, sokszor úgy vagyunk vele Isten népe, hogy akkor győzzük le az ördögöt, most délután fél lesz egy evangélizáció, és legyőztük az ördögöt. Akkor jövő héten megint meg fogjuk próbálni, most győzzük, most elmegy. De Isten népének nem ilyen akciószerű cselekedetekre van szüksége, hogy mindig hogy hopp egy kicsit itt is, ott, egy kicsit, ott is egy kicsit, hanem egy folyamatban kell Isten népének a gondolkoznia. Kell, hogy Isten népe rendelkezzen egy átfogó tervvel, egy olyan stratégiával, amivel tudja azt, hogy Mit akarunk csinálni, kit akarunk legyőzni, milyen eszközökkel akarjuk legyőzni, kik vagyunk együtt, merre felé megyünk. A Szenekának volt egy gondolata, amit leírtam. Azt mondta, hogy semmilyen szél nem kedvező annak, aki nem tudja, hogy hol szeretne kikötni. És én azt látom, hogy sokszor vagyunk így, hogy nem tudjuk azt, hogy mit szeretnénk, nem tudjuk azt, hogy merre szeretnénk menni, ezért semmi se jó, ami van az életünkben. Ez sem működik jól, az sem működik jól. Viszont, hogyha valaki tudja azt, hogy merre szeretne menni, én nekem volt már egyszer-kétszer lehetőségem vitorláshajó lenni, és még szembeszélben is lehet előrefelé menni. Elhiszitek ezt? Úgy kell kormányozni, és úgy kell menni. Borzasztó nehéz, mert erre jobbra-balra kell cikázni, és az oldalszert kell kiasználni, de szembeszélben is lehet előrefelé haladni. Az a lényeg, hogy hova szeretnél eljutni. Problémákban, nehézségekben is. Csinálod azt, hogy feladod, és nincs kedvem ezzel az egésszel foglalkozni, vagy pedig tudod azt, hogy mit szeretnél elérni, és halandó vagy ennek a célnak teljesen alárendelni magad. Épp a múlt néztem, hosszú Katinkának volt egy szerintem 10 éves korában, vagy 11 éves korában egy interjúja, és mondta, hogy ő nagyon szeret úszni. Két kisgyerek beszélgetett, az egyik volt a hosszú Katinka, a másik pedig a riporter, és mondta, hogy nagyon szeret úszni, minden nap szoktak edzeni, és három éves kora óta folyamatosan edz. Három éves kora óta, most pedig világrekordokat döntöget. Én biztos vagyok benne, hogy egy nagyszerű sportoló nő, de abban is biztos vagyok benne, hogy ha a Földön minden ember három éves kora óta folyamatosan edzene, sokkal nehezebb helyzete lenne a Katinkának. Sokkal nehezebb lenne rekordokat dönteni, hogyha minden ember ugyanazt az energiát belerakná, amit ő belerak. És lehet szídni őt, meg mondani, hogy persze neki könnyű, mert ő ilyen, meg a genetikája, meg ügyes, meg így nevelték a szülei, de a lehetőség mindannyiunk számára adott arra, hogy a saját területünkön tudjunk kiemelkedőek lenni. És tudjátok, amikor beszélgetünk a hithőseiről, könnyű így a módban beszélni arról, hogy hát nekik könnyű volt, de így értek el, nekik egy kicsit se volt könnyebb, mint nekünk. Sőt, sok esetben sokkal nehezebb dolgokat éltek át, mint amiket mi átélünk, és mégis tudtak hűségesek maradni Istennek. Ha elbotlottak fel Istenhez, elbotlottak, akkor felkeltek, mentek tovább, mert tudták azt, hogy Isten győzelemre hívta el őket, és nekik nem volt elég a kevesebb, mint a győzelem. Isten nem akarja, hogy megelégedjünk a kevesebbel, Oké, okay, még van néhány hónapunk szeptember végéig, hát ha akkor elragadtatunk, azt bírjuk ki valahogy, nem fél lábon is ki lehet bírni. Eljövegetünk a gyülekezetbe. Isten nem azt akarja, hogy így gondolkozzunk, hogy na még ezt a kicsit bírjuk ki. Van csak három év, ezt valahogy megúsztuk. Isten nem ezt akarja, hanem azt akarja, hogy minden egyes percet, akár holnap jön el, akár ötven év múlva tudjunk úgy megélni, hogy ezt a mai napot én oda tettem. A tőlem telhető legjobbat adtam. Ez a kedves Timótaus egy tanítványa volt a Pálnak, és Pál többször mondta, hogy neked harcolnod kell, jóvitésséggel, stratégiai gondos, gondol, gondolkozással, terveket kell kovácsolnod, és ezeket a terveket el kell érned, Isten kegyelme által. Nem feladni, hogy oké, okay, bír még egy kicsit ki, már nem sokára mély a mennybe. Persze, a legjobb dolog az, hogy a mennybe mehetünk. A legjobb dolog az, hogy közösségben leszünk az úrral fenn a mennyben, akármikor jön el, kell, hogy tudjuk örömmel várni, felkészülten várni. De amíg időnk van, amíg lehetőségünk van, igenis kell bizonyságot tennünk az embereknek. Kell megosztanunk azt, ami a szívünkben van, és igenis harcolnunk kell az ördög erői ellen. Sokan vannak, akik azt mondják, hogy a reformáció megmentette a világot egy hatalmas katasztrófától. Ha nem jött volna a reformáció, végromlásba mehetett volna a világ történelme. És azt látjuk szintén több éberedési mozgalomnál, hogy egy-egy ébredés meg tudta menteni az országot a teljes pusztulástól, a teljes romlástól. Nem tudom még, hogy hányszor lesz kegyelm a világon ennek a földnek, az embereknek, vagy akár a magyar népnek. De simán el tudom képzelni, hogy ha kitör egy ébredés itt Magyarországon vagy Európán, ami komolyan aktívan megváltoztatja az embereknek az életét, akkor Isten fog még kegyelmet adni a világnak, és lesz az embereknek lehetőség megváltozni. Ezt nem tudom, ez csak az én elképzelésem, de én hiszem azt, hogy Isten kegyelmes Isten egészségedre. És hiszem azt, hogy neki az terve, az akarata az, hogy minden egyes ember megtérjen. Legyen az bármilyen pártnak a tagja, legyen az bármilyen népcsoportnak a szülötte, Isten akarja az embereket, vágyik az emberekre, és bennünket testvéreim eszközként akar használni. Hogy igenis azok az eszközök, amelyek a rendelkezésünkre állnak, azok Isten rendelkezésére tudjanak állni. Hogy mi magunk tudjunk eszközök lenni Istennek a kezében, hogy tudjunk harcosai lenni az élő Istennek. Azt mondja az ige a 2. Korintus egy vagy 2 10 ben hogy mi testben élünk, de nem test szerint vitézkedünk. Tudjátok, ez egy nehézsége ennek az egésznek, hogy bár fizikális testben élünk, fizikális hatások élnek bennünket, de mégsem a fizikális hatások az igazán lényegesek. És ezt nagyon fontos Isten népének tudomásul venni, hogy nem a fizikális megnyilvánulások a lényegesek, mert ezek csak leképeződései valami szellemi dolognak. Testben élünk, de nem test szerint vitézkedünk. Én hiszem azt, hogy az Úr nem azt akarja, hogy el tudjuk kezdeni a gyülekezetnek úgy mérni a tagságát, hogy ki az, aki elkezdett gazdagodni, az biztos áldásban van. Ki az, aki már sose beteg 30 éve, az biztos, hogy áldásban van. Tehát ezek fizikális jelei tudnak lenni Isten áldásának. De Isten áldása korán sem a pénz, vagy korán sem az egészség ezek leképeződései Isten áldásának, amelyek jó, hogyha elérnek bennünket, jó egészségesnek lenni, jó bőségben lenni. De a gazdagságról is azt mondja az Úr, hogy azért legyetek gazdagok, hogy jó cselekedetekre tudjátok azt fordítani, amitek van. Tehát, hogy másokat tudjatok áldani, másokat tudjatok megsegíteni. Ha te valamiben tehetséges és ügyes vagy, azért van ez, hogy mások számára is áldás legyél. Ha okos vagy a matekból, segíts azon, akinek nem annyira megy. Vagy lehetne sorolni ezeket a dolgokat. Isten akarja, hogy tudjunk áldás lenni mások számára. Testben élünk, de nem test szerint vitézkedünk. Nem test szerint harcolunk. És tudjátok, ez is egy nagy probléma sokszor a gyülekezetben, illetve a személyes életünkben is, hogy mi a testi problémáinkat testi módon akarjuk megoldani. Van valamilyen fizikális betegség, és igyekszem ezt csak testi módon megoldani. Van egy konfliktusom valakivel, igyekszem ezt csak testi módon megoldani, pedig tudjuk azt, hogy nem test és vérelem van nekünk a harcunk. Ez majd később lesz az igében. Isten akarja azt, hogy a dolgokat, a problémákat, a nehézségeket ne testi módon kezeljük le, hanem szellemi módon. Olyan sok bizonyságunk volt már itt az elmúlt időszakokban, az elmúlt években, ebben a bőti időszakban, meg az idő, időszakon kívül is, hogy imádkoztunk, és Isten cselekedett. És formálódnak most is olyan bizonyságok, amelyeket fizikális módon nem lehetne kivitelezni. Én remélem, hogy néhány hét múlva tudunk majd ezekről beszámolni, hogy Isten hogyan és miként változtat meg olyan helyzeteket, amelyek emberi módon megváltoztathatnak. De tudjátok, amikor tisztában vagyunk azzal, hogy ezek nem testi módon zajlanak le, nem testi módon kell nekünk győzedelmeskedni, nem tudjuk azt, hogy ez csak az úrra működik, akkor nem akarjuk majd a testben véghez vinni ezeket a dolgokat, hanem az Úrra bízunk. Nagyon-nagyon hálás vagyok azért, amikor itt vagytok a gyülekezetben, amikor bőjtöltök, amikor dicsőítitek az Urat, amikor adakoztok, de ha ezek csak fizikális cselekedetek, akkor ezek nem tudnak téteket közelebb vinni az Úrhoz. Ezek mögött kell, hogy legyen szellemi tartalom. És kell, hogy a szellemi valóságnak legyenek ezek a leképeződései, hogy én azért jövök a gyülekezetbe, mert vágyok Isten után. Azért éneklek és dicsőítek, mert szeretném kifejezni a hálámat, a tiszteletemet felé. Azért adakozok, mert hálás vagyok, hogy Isten megáldott engem, és van miből adnom. És ha így élem az életemet, akkor ezek mind áldások tudnak az életemre nézve lenni, de ezek nem test szerint való dolgok, hanem szellem szerint való dolgok És Isten azt akarja, hogy szellem szerint gondolkozzunk, szellem szerint éljünk. Mert azt mondja, és olyan csodálatos, tehát mondtam, hogy van ez a fegyvertelen katona című film, mi nem fegyvertelenek vagyunk, mert azt olvassuk itt az igében, Odéban. Tehát a mi vétészkedésünk fegyverei nem testélyek, hanem erősek Istennek, erősségek lerontására. Az erősségeket, ha megnézzük az eredetiben, azok nem csak simán ilyen várak vagy tornyok voltak, hanem nagyon sok esetben a börtönt is jelentette az erősség. És azt látom, hogy nagyon sok esetben az emberek vígan el vannak a saját börtönjeikben, mert éppen jól táplálják őket. Sőt, vannak ilyen megélhetési bűnözők is, amire biztos, hogy hallottatok róla, aki csak azért követel valami büntényt, hogy ne kelljen kint lenni a hidegben, hanem ott bent meleg van, adnak neki enni. Ha kiengedik, akkor gyorsan elkövet megint valamit, hogy visszakerüljön. Vannak sajnos ilyen emberek, mert nekik az bőséggel elég, hogy etetik, itatják őket, meg nem fáznak, még mosdani is lehet, meg tévé is van, nekik többre nincs szükségük. És nagyon sokszor Isten népe is vígon el van egy ilyen szinten, Hogy valahogy eltengődünk, lengődünk, amit az elején is mondom, nem bántjuk az ördögöt, ő se bán minket, de ez így nem működik. Istennek a népe így nem élhet. Isten nem rabszolgasságra hívott el bennünket, nem arra hívott el bennünket, hogy börtönök rácsai közül nézzük a külvilágot, hanem arra hívott el, hogy az ő erejével tudjunk lerontani ördögi magaslatokat. Tudjunk összetörni börtönöket, ahonnan kiszabadulhatnak emberek, felszabadulhatnak az emberek, és felszabadulhat Istennek az áldása, akár egy adott nép életében, akár egy adott gyülekezet, egy körzet életében Isten tud és akar szabadságot adni és azt akarjuk, hogy tudjunk felszabadulni. És olyan csodálatos, hogy ezek a fegyverek erősek. Ezek alkalmasak arra, hogy lerontsuk az ördönnek az erősségeit. Isten nem alkalmatlan fegyvereket ad nekünk. Isten nem gyenge fegyvereket ad nekünk, hanem olyan fegyvereket, amelyekkel tudunk győzni, és teljes győzelmet tudunk aratni az ördög felett. Minden ilyen fegyver, majd később fogunk foglalkozni részletesebben a fegyverekkel, de minden ilyen fegyver Isten dicsőségét tudja szolgálni, mert képesek vagyunk győzni az ördög minden erején képesek vagyunk győzni, az ördög ezt tudja, és egyért, ezért igyekszik altatni a gyülekezetet, ezért igyekszik mindenféle bűnnel megterhelni a gyülekezetet, mert tisztában van azzal, ha Isten népe a helyén van, akkor neki ott nincsen semmi laposztva. Ő nem tud mit tenni Isten nép ellen. Nem tudja legyőzni Istennek a népét, amikor Isten népe a helyén van. A zsidó népet nem tudta egyetlen ellenség sem legyőzni addig, amíg aktív közösségben voltak Istennel amint a bűn beférkőzött az életükben, rögtön ott volt a probléma, rögtön ott voltak a bukások és a csalódások. Amíg te az élő Istennel aktív kapcsolatban vagy, szereted az Urat, ragaszkodsz hozzá, az ördög nem tud fogást találni rajtad. Lehet, hogy a fizikális tested meg tudja gyötörni, lehet, hogy nyomorúságokat tud átköldeni, ahogy például Jobbnak az életében is ez megvalósult, de azt látjuk, hogy nem tudott rajta fogást találni, mert Jobb ragaszkodott az Úrhoz, szerette az Urat és kitartott mellette. Tehát testvéreim, olyan fegyvereink vannak, amelyek erősek, amelyekkel le tudjuk győzni az ördög minden magaslatát, össze tudjuk törni minden erősségét, minden a rendelkezésedre áll. Nem csak Reinhard Bonkének, vagy a nagy evangélistáknak, vagy bárki másnak, hanem hiszem azt, hogy minden egyes gyülekezeti tagnak, minden egyes hívő testvérnek vannak olyan fegyverei, amelyekkel képes győzni az ördög fegyverei fölött. Legyél bárhol, bármilyen helyzetben, Isten téged felhatalmazott arra, hogy vitéze legyél. Felhatalmazott arra, hogy győztes katonája legyél. Hogy tud győzelmet győzelemmel halmazni a személyes életedben, tudj másokat megszabadítani, és mások életére is áldással lenni, Isten dicsőségére. És azt, van, azt olvassuk, hogy nagyon fontos, hogy le tudunk rontani okoskodásokat és minden magaslatot, amely Isten ismerete ellen emeltetett. Nem fogok erről részletesen beszélni most, de azt látom, hogy az egyik nagyon komoly magaslat és nagyon komoly ellensége Istennek az az ész, az emberi ész, amikor az ember a saját rációjával, eszével próbálja megmagyarázni a dolgokat. És ha megnézitek, akár az evolúció, de a teológiának bizonyos része is nagyon sokszor tisztán a józan észre próbálnak hatni, Tisztán a józanész próbálják motiválni, és józanészsel próbálják levezetni, hogy mi lehetett, hogy lehetett, miként lehetett és ezek nem nagyon visznek előre. Azt látom, hogy inkább hátráltatják az embert, amikor mindent észre akar megérteni, mert Isten ígében sok olyan dolog van, amit a mi értelmi képességünk nem tud felfogni. És ezt az ember nem szereti. A ma embere szereti azt tudni, hogy ő okosabb, és ügyesebb, és jobb mindenkinél. És nem szereti azt, hogy ő butának érzi magát, mert ebben nem vagyok kompetens. De tudjátok, régen voltak olyan emberek, akiket úgy hívtak, hogy polihisztorok, akik mindenhez értettek. És Mai napig is vannak olyan emberek, akik úgy érzik, hogy mindenhez értenek, de higgyétek el, aki úgy gondolja, hogy mindenhez ért, az miben nem ért semmihez. Nekem ez meggyőződése, mert nem lehet, olyan sok minden van, hogy nem lehet az, hogy te mindenben tökéletesen ügyes legyél. Hanem vannak egyes dolgok, amelyekre az ember jobban odafigyel, egyes területek, amelyben te ügyesebb vagy, mint a többiek, vagy jobban beleástad magad, és az egyáltalán nem gond, ezért vagyunk mi egy test, mert más funkcióink vannak. Egészen más funkciója van egy lábnak, mint egy kéznek, vagy mint egy szemnek, vagy mint az agysejteknek. Más-más feladatot látunk el. De mindegyik szükséges, mindegyik fontos. És a gyülekezetben is különböző feladatok, különböző célok elérése érdekében vannak, különböző testrészek vagyunk, de ez egyáltalán nem baj. Ezekre mindegyikre szükség van. És higgyétek el, én egyik testrészemről sem mondanék le szívesen. Egyikről se azt is nem tudom, hol hallottam, hogyha például a kislábúját levágják az embernek, ami egy egészen picike rész, már nem olyan az egyensúlyérzéke. Nem tudom, hogy ezt hallottátok-e, hogy foglalkoztatok-e vele, de egy picike, kicsike testrészünk a kislábújunk, ha elveszítjük, már nincs olyan egyensúlyot, pedig olyan kicsinek tűnik. És lehetne sorolni, sorolni, de hiszem azt, hogy szükségünk van minden egyes testrészünkre, ezért alkotta meg Isten így. És a gyülekezetben ugyanígy van, hogy nincs az, hogy vannak emberek, akikre szükség van, meg vannak emberek, akikre nincs szükség. Egy igazi háborúban nem csak az a három-négy hős katona a fontos, akik ott vannak előre és szaladnak előre, hanem nagyon fontos a mögöttük lévő néhány katona is, akik szaladnak, mert ők majd aprítják a többit, és ők azok, akik igazából tekintét képeznek. Nagyon fontosak azok, akik felcserek és tudnak a sebesültekkel foglalkozni. Nagyon fontosak azok, akik tudják a hatápot hozni, az ellátmányt hozni. És lehetne sorolni-sorolni, hogy egy hadsereg mennyire nagyon-nagyon sokrétű és mennyi emberre van szükség. Nem lehet az, hogy van egy néhány hős, és leintéz mindent. Én hiszem azt, hogy Isten azt akar, hogy a gyülekezet az ne egy néhány hősből álljon, hanem egy hősök seregéből álljon, akiknek mindenkinek megvan a feladata, megvan a célja, és a célnak megfelelően elvégzi azt, amire Isten őt elhívta. Én vágyom arra, hogy találjuk meg testvéreim a helyünket, és tudjunk a helyünkön teljesíteni azt a feladatot, amire Isten elhívott bennünket, és hogy tudjanak ezek az elmebeli magaslatok lerombolódni. Később fogok majd beszélni, lehet, hogy jövő héten fogok beszélni a háborúnak az okairól, de az egyik nagyon fontos probléma a mai világban az az engedetlenség, hogy az emberek nem tudnak engedelmességben élni. Az emberek nem tudják alárendelni magukat egymásnak. Nagyon sok házasságnak ez a problémája, hogy az emberek nem tudják a szerepeiket felvenni, nem tudnak a szerepeiknek megfelelően élni, az emberek nem akarnak engedelmeskedni. És úgy gondolom, hogy ennek az egyik legnagyobb háttere vagy tápanyaga az az embernek az elméje, az embernek az egója mert elgondolja, hogy ő jobban meg tudná csinálni. És sok esetben való igaz, hogy jobban meg tudná csinálni. De Isten nem véletlenül hozott létre egy rendet. Egy hadsereg nem tud működni, hogyha nincs benne rend. Nem tud működni, hogyha nincsenek benne tisztségek, és nincsenek olyan emberek, akik kiosztják a parancsot, illetve olyan emberek, akik teljesítik a parancsot. Régebben olvastam még a Ellen Vincentnek az egyik könyvében, ő angol úriember volt, és az angol hadseregben ott nagyon komolyan vették a kiképzést, és ott a feltétlen engedelmességre nevelték az embereket. Ott nem volt az, hogy valaki visszaszól vagy beszól, mert annak annyi volt a hadseregben. Ott engedelmeskedni kellett. És én hiszem azt, hogy nekünk, Isten népének, ha már a világi hadseregekben ez így működik, akkor nekünk sokkal inkább meg kell tanulnunk engedelmességben járni. És ennek az egyik útja az, hogy lerontjuk ezeket az elmebeli magaslatokat, lerontjuk azt, hogy mi jobban meg tudnánk csinálni. Ervin prédikált erről szerintem tavaly, amikor mondta, hogy ő ült a foci pályán, és egész jól látta, hogy hogyan miként lehetett volna csinálni a dolgokat, de amikor lement a pályára a nézőtérről, akkor látta, hogy itt azért egész más a helyzet, itt többet kell futni, itt nehezebb passzolgatni, de kívülről sokkal-sokkal könnyebben látjuk a dolgokat, hogy mit kéne csinálni, vagy hogy hogyan kellene. De amikor benne vagy a dolgok sűrűjében, az már sokkal nehezebb. Könnyebb látni egy szolgálatot, egy gyülekezetet hogy kívülről, hogy hogyan, miként lehet ezt csinálni, mint hogy benne vagy, és harcolsz, és küzdesz, és viszed előre a dolgokat. De másképp ez nem fog működni. Benne kell lenni a saját területeden, végezni kell a saját munkádat, nehezen, izzadva sokszor, de mégis Isten áldását megélve. Mert hiszem azt, hogy ezek a harcosok minden egyes győzelmet igazi örömként éltek meg, és nem azért, mert legyőzték az ellenséget, hanem azért még mindig élnek. Tehát nagyon sok esetben az életük volt a tét ezeknek a katonáknak, amikor harcoltak. És megint csak úgy gondolom, hogy ez egy nagyon fontos párhuzam, hogy nekünk sem kisebb a tét itt a földön, mint az életünk. Itt nem az anyagi javaid, nem a jogaid, hogy jöhetsz -e a gyülekezetbe, vagy mit csinálsz, hogy csinálhatsz, ezek megint csak fizikális leképeződései a szellemi valóságoknak. De ebben a szellemi harcban minden egyes embernek az élete a tét. Nem is akármilyen élete, hanem az örökkévaló élete. Az örökkévaló üdvösséged. Az, hogy te kitartasz az Úr mellett, az, hogy embereket másokhoz vezetsz, ez magáról az életről szól. Ez nem pusztán harcokról szól, nem pusztán arról szól, hogy most kibírtuk, még egy kicsit kibírjuk, még tovább megyünk, hanem ez arról szól, hogy életeket tartunk meg, életeket mentünk meg, életeket vonunk Krisztushoz. És én hiszem azt, hogy ez nekünk feladatunk és célunk. Timótausnak azt mondja, és igyekszek rövidebb lenni majd, hit, és jó lelkiismeret az, amire szükségünk van. Isten harcosa nem tud hit nélkül küzdeni, nem tud hit nélkül győzni. Az, ami mi elkezdünk egy harcot, nem tudunk hit nélkül előre haladni. Nekünk hinnünk kell az, hogy Isten lesz mellettünk, Isten van velünk, és ő az, aki győzelemre vezetett bennünket. A zsidó nép hit nélkül nem tudott volna neki menni az ellenségnek. Nem tudta volna elképzelni azt, hogy az övé lesz Kánoán. Ezért volt az a 12 kémből a 10 kémnek, ez volt a probléma, hogy nem tudták elhinni azt, hogy ezeket az óriásokat mi képesek lennénk legyőzni. Ezek az emberek józan ész által gondolkoztak. Azt nézték, hogy ennek a karja akkora, mint az én combom, a derekáig érek, semmit nem fog tudni elérni. És fizikális szinten ez való igaz. Egy ilyen nagy ellenséget rendkívül nehéz legyőzni. De viszont amikor az ember nem fizikálisan gondolkozik, hanem úgy, mint Józsói és Káleb, akkor azt mondja, hogy legyőzzük őket, megesszük őket. Kicsodák ezek az emberek. Amikor oda ment Dávid és nézte a góliát, ki vagy te filiszteus, hogy mered az én Istenemet bántani és szidalmazni? Megöllek téged, levágom a fejed és fel fogom emelni. Ez a hitnek a beszéde volt. Dávid nem a nagy stratégiai készségében bízott, nem a hatalmas fizikai erejében bízott. El is mondta azt, hogy te jössz fegyverekkel, te jössz a fizikumoddal, én pedig mivel megyek? a seregek urának, Istenének nevében, az ő erével, Isten erejével foglak téged legyőzni. Tudjátok, mi gyúrhatunk, erősíthetjük magunkat, szervezhetünk jó programokat a gyülekezetben, de akkor még csak góliát erejével rendelkezünk, amit könnyedén legyőz a Dávid. De amikor te nem programokat akarsz szervezni, hanem az élő Isten erejével mégis cselekszel, akkor le tudod győzni a góliátokat, le tudod győzni a hatalmasságokat, és Isten az ő hitét adja beléd. Isten az egyik igében úgy van leírva, hogy úgy lehetne jobban folytatni, hogy nem azt mondja az igaz, hogy legyen hitetek Istenben, de ezt úgy kellene inkább folytatni, hogy Isten hite legyen bennetek. És én hiszem azt, hogy Isten közösségben akar velünk lenni. Azt írja Pál a másik ige helyen, hogy a mi testünk a Szentléleknek a temploma. Isten bennünk akar lakozni az ő szelleme által. És amikor bennünk lakik, akkor Istennek a hite az, ami megnyilvánul rajtunk keresztül elfogadjuk azt, hogy Istennek igaza van, elfogadjuk azt, hogy Istennek bármi lehetséges, nem aggódunk, nem félünk, nem izgulunk, hanem bízunk Istenben. És tudjátok, nézzétek meg a különböző harcokat. Nagyon-nagyon sok esetben a hit volt az, amely segített győzni az egyik csapatnak. Elhitték azt, hogy győzhetnek. Elhitték azt, hogy képesek megváltoztatni egy csatának a menetét. Nem szoktak sokat beszélni a Dávidnak egy barátjáról, úgy hívták, hogy Jonatán, Saul királynak a fia, ő volt a királyfi. De ő benne is ugyanez a hit működött. Azt mondta a hogy menjünk fel, nézzük meg, hát hazú csinál valamit értünk. Aztán kirobbantottak egy háborút úgy, hogy emberek tucatjait ölték meg. Mert bíztak Istenben. És nagyon sok esetben látjuk azt, hogy néhány ember a hite, a bizalma által tudott változást hozni a történelemben. Kell, hogy legyen hitünk az úrban. És hiszem azt, hogy Isten minden egyes szolgájának, minden egyes gyermekének kell növekedni a hitben. Elhiszem azt, hogy Isten az én életemben rajtam keresztül tud és akar cselekedni. Elhiszem azt, hogy rajtam keresztül meg tud és meg akar gyógyítani egy beteget. Rajtam keresztül ki akar üzni egy ördögöt egy emberből. Rajtam keresztül. És nem azért, mert én pásztor vagyok, hanem azért, mert Isten gyermeke vagyok. Mint ahogy bármelyikőtök, Isten gyermekei vagyunk. Isten tud és akar bennünket használni. És akarja, hogy legyen hitünk Istenben. És nagyon fontos a másik is, amit mond, hogy legyen jó lelkiismeretünk. Legyen tiszta a lelkiismeretünk mindig. Ami motivációnk, ami szándékaink legyenek tiszták, és legyenek egyenesek. Sok esetben azt látom, hogy amikor Istennek az embereit elkezdi az Úr használni, akkor nehezen tudnak megmaradni alázatban. Nehezen tudnak megmaradni abban a tisztességben, amire Isten rendelte őket. Isten nem felfogalkodottságra hív bennünket, hanem alázatra. Mert aki magát megalázza, azt tudja és azt fogja Isten felemelni. Nagyon fontos dolog, hogy legyen jó a lelkiismeretünk. Mert a lelkiismeretünk az szól. Ha jól működik, ha jól funkcionál, tudjuk azt, hogy ezt nem így kellett volna mondanom. Nem kellett volna lenézően gondolnom arra az ember. Lehet, hogy ő még észre se vette. Lehet, hogy a szavaimból semmi nem utalta arra, hogy lenézem azt az embert, de a lelkiismeretem szó, hogy nem így kellett volna viselkednem. Nem így kellett volna velem beszélnem vele beszélnem. És én hiszem azt, hogy amikor a lelkiismeretünk a helyén van, a lelkiismeretünk jól működik, akkor meg tud bennünket őrizni az elbukástól. Meg tud bennünket őrizni az elcsúszástól. Most olvasom a példabeszédek könyvét, ott az, az, az ötödik részben beszél a Salamon az, az idegen asszonyról, hogy milyen problémákat jelent az, hogyha egy ember megcsalja az ő feleségét. És azt olvasjuk ott, hogy színmézet az idegen asszonynak az ajka, de utána meg leírja azt, hogy milyen komoly problémák lesznek az ember, az életét teszi tönkre azzal, hogy megcsalja az ő párját. De tudjátok, az idegen dolgok, az idegen vágyak, a világi vágyak, azok mindig ilyenek, hogy kedvezőek, a szemnek tetszetősek. Az első emberpárnál ugyanez volt. Nézték azt a gyümölcsöt, jó néz ki, biztos jó íze van, próbáljuk ki. És a világ pont ezt akarja elérni, hogy menjünk így bele a bűnbe, de Isten az ő kegyelme által, azért adta nekünk a lelkiismeretet, hogy tudjuk azt, hogy erre nem, ezt nem kellene, ezt nem így kellene. És nem tudom, nem írja a Biblia, hogy Ádáméknak szólt a lelkismeret, hogy figyelj, mondott valamit Isten. Köpött ki, teszed le. De semmi ilyesmit nem olvasunk, hogy lenne ez az igében leírva. De biztos vagy benne, hogy a lelkismeret a szól, hogy ne nyúj hozzá. Ez nem azért van, nem szabad. Isten nem ezért adta ezt az egészet. És én tudom azt, hogy amikor a lelkiismertünk szól, akkor van lehetőségünk dönteni. Az ember el tud jutni egy olyan szintre, amikor már megkeményedik, amikor már nem szól a lelkiismerete, amikor már simán elkövet bármilyen bűnt, és megindokolja, hogy vannak nálam gonoszabb emberek is, megindokolja az, hogy hát én Istennek a szolgája vagyok, nekem belefér, vannak plusz jó cselekedeteim, és kompenzálok. Sok-sokféle módon az ember próbálja megmagyarázni, hogy miért van benne a bűnbe. De én vágyom arra, hogy a lelkiismeretünk az mindig tudjon jó lenni, tudjon tiszta lenni. Szóljon nekünk, ha helytelen úton vagyunk, és vezessen vissza bennünket Istenhez. Csak itt tudunk megmaradni. És még egy gondolatkör is be fogom fejezni. A kettő Timótausnál. Azt olvassuk, hogy a munkának a terjét hordoz, mint Jézus Krisztusnak a jó vitéze. Olyan érdekes dolog, hogy Általában az emberek, amikor a harcra gondolnak, vagy harcosokra gondolnak, akkor nem gondolnak abba bele, hogy ez egy munkás dolog. Én megúsztam azt, hogy katona legyek, mert addig még tanultam, és mire már katona kellett volna lenni, addigra meg már lelkész voltam, és lelkészek meg fel vannak a katonai szolgálat alól. Tehát nem voltam katona, de viszont láttam azt, hogy katonák, de viszont elvégeztem egy rincsértanfolyamot, ami majdnem. Na de fel, fel vannak mentve sokszor az emberek a teher alól, fel vannak mentve sokszor az emberek a próbák alól, de egy katonának ahhoz, hogy ő harcedzett katona legyen, nagyon komoly kiképzésen kell keresztül mennie. És borzasztó fárasztó, borzasztó megterhelő menetfelszerelésben gyalogolni, sétálni. Sok-sok beszámoló barátaim, ismerőseim, szüleim, nagyszüleim beszéltek erről, vagy akár gázálarcban menni és kiképzést csinálni. Mondjuk erről majdnem van egy képen, mert ilyen maszkban csináltam a tetőterünkben a szigetelést, és Alig bírtam lenni a levegőt, pedig ez nem is rendes gázmaszk volt, de nagyon-nagyon nehéz lehet. Tehát az embernek légszomja keletkezik, hogy veszi a levegőt, de nem úgy jön, mert szűrnek ezek a szűrők. Megterhelő fizikailag a katonai élet, legalábbis a kiképzéses része. Ez igazából nagyon fárasztó dolog, hogy az ember kiképzik arra, hogy jó katona legyen. De ha ezt a kiképzést a katona elhanyagolja, ha nem foglalkozik vele, akkor nem fog tudni a harcban jó, jó eredményeket elérni. Nem fog tudni győzni, nem fog tudni a társain segíteni, ha saját magát nem bírja el, nem fogja a többi katonatársát kihúzni a szakadékból, a problémából. Nagyon-nagyon fontos dolog az, hogy milyen erőlétben vagyunk. Nagyon fontos az, hogy milyen harcosok vagyunk, és én hiszem azt, hogy ez szellemi életben is nagyon-nagyon fontos. Ha te nem vagy mély kapcsolatban Istennel, ha nincs intenzív kapcsolatod Istennel, akkor nagyon könnyen magával tud téged ránteni egy másik embernek a problémája is, és végképp nem tudsz rajta te segíteni, ha te is ugyanazokkal a bajokkal küzdesz. Isten azt akarja, hogy tudjunk kiemelkedni, tudjunk kijönni a problémákból, hogy másokat is tudjunk kihúzni. Tudjuk elmondani azt, hogy testvérem, én ugyanebben voltam benne, mint te. Én ugyanúgy gyűlöltem a szomszédomat, az unokatestvéremet, a nagybátyámat, akárkit, mint te, de megtanultam megbocsátani. Megszerettem Istent, és Isten nekem is tudott segíteni, rajtad is fog tudni segíteni. Figyelj, én alkoholista voltam, én hajléktalan voltam, én nemben is abban voltam benne, de Isten kihúzott engem. Hidd de ha rajtam segített, rajtad is fog tudni segíteni. Isten akarja, hogy tudjunk növekedni, és akarja, hogy tudjuk megküzdeni ezeket a harcokat. És lehet, hogy a benne életedben lévő problémák azok pont a kiképzésednek a részei hogy tudjál harcezett katona lenni. És lehet, hogy pont neked is ez az ige szól, hogy a munkának a terhét hordozd, mint jó, Jézus Krisztusnak a jó vitéze. Ha szeretnél jó katona lenni, ha szeretnél nagy hőse lenni Istennek, el kell végezni a kiképzést. Maradék nélkül el kell végezni a kiképzést. Meg kell tenni mindazt, amire Isten kért téged. Így tudsz megerősödni. Így tudsz növekedni. Van egy edzésterve, amit már elolvastam egy kétszer, még nem csináltam meg, de elolvastam már e, e, többször ezt, és ő beszél arról, ez az új ember, hogy nagyon-nagyon fontos az, hogy nem csak az izmokat kell edzeni, hanem az inakat, az inszalagokat, meg minden ilyesmit, mert az sokkal-sokkal fontosabb. És olvastam utána, hogy sokszor van, hogy emberek úgy gyúrnak, edzenek, addig nyomatja a bicepsre, míg végül a biceps olyan erős, hogy nem bírják az inak, az izületek, és elszakadnak, és leszakad az izom. És ez egy nagyon-nagyon komoly fájdalom, nagyon-nagyon nehéz ebből helyrejönni, sőt nem is tudom, hogy egyáltalán helyre lehet -e hozni ezeket az izom szakadásokat, de nem tud ugyanúgy működni továbbiakban. És ez az úri ember azt mondja, hogy amikor az ember elkezd edzeni, akkor kell az izületekkel, az inakkal, mindennel foglalkozni, hogy együtt tudjon erősödni a szervezet. És én hiszem, hogy Istennek a népének valahogy ugyanígy kell működnia, hogy nem csak egy-két izmos szolgálat kell, hogy menjen, hanem minden egyes terület kell, hogy tudjon fejlődni együtt tudjunk fejlődni. A próbák, a kihívások, a nehézségek által. Tudjátok, amikor esetleg leszünk majd itt egy ezerfős gyülekezet is, örülnek, hogy ilyen sokan vagyunk, akkor érdemes visszagondolni arra, hogy milyen az, amikor tizen voltunk, meg 20 voltunk, meg ötvenen voltunk. Mert ez így vezet végig. Tehát nem működik így, hogy nulláról ezeren vagyunk, hanem sokat kell küzdeni, sokat kell dolgozni, sokat kell szenvedni azért, hogy Isten népe tudjon növekedni, és hogy terhelhetőbb legyen a szervezet. Kell, hogy a munkának a terhét tudjuk hordozni testvéreim. Kell, hogy tudjuk odaszállni magunkat, akár a takarításra, akár a lelki gondozásra, vagy annyira, hogy meghallgatok egy-egy embert. Sokszor hallgatni is olyan nehéz, főleg annak, aki szeret beszélni. Nem könnyű meghallgatni az embereket. De ez is egy olyan áldozat, amit kell, hogy tudjunk meghozni. És ezáltal tudunk építeni egymást, tudunk növekedni, és tudunk erősödni. És nagyon fontos, azt mondtam az elején, hogy a mi vitkészkedésünk fegyverei azok nem testiek, mi nem test szerint vitészkedünk, és itt megint visszajön ez. Egy harcos sem egyedik bele az élet dolgaiba, hogy tessék annak, aki őt harcos se avatta. Emlékszem arra, lehet, hogy ti már nem emlékeztek, régebben prédikáltam egyet, és az volt a címe, hogy tetszeni akarok. És pont erről az ígéről beszéltem, hogy mi akarunk-e tetszeni az Úrnak. Itt azt olvassuk, hogy az a harcos, aki tetszeni akar az Úrnak, az nem elegyedik bele az élet dolgaiba. Az nem fog kicsinyes dolgokkal foglalkozni. Az nem engedi, hogy a világ dolgai lehúzzák őt. Nem engedi azt, hogy a világi dolgok elhatalmasodjanak az élete fölött, hanem igenis tetszeni akar az Úrnak. Az Úr van az életében az első helyen. Az Úrral való kapcsolata határozza meg az összes világi cselekedetét, és nem a világi cselekedetei határozzák meg az Úrral való kapcsolatát. Én hiszem azt, hogy Isten akarja, hogy akarjunk tetszeni neki. Keressük az ő kedvét. Én vágyom erre. És megint eszembe jut egy kép az Ószövetségből, amikor Dávid szomjas volt, néhány kedves katonája tetszeni akart neki. Úgy akartak tetszeni, hogy átverekedték magukat az ellenségen, a kútig, a kútnál megtöltötték a kulacsokat, utána visszaverekedték magukat az ellenségen, csak azért, mert kedvesek akartak lenni az ő királyuk előtt. A király nem is kérte. Nem is várt volna ilyen áldozatot, de egyszerűen ezek az emberek szerették a királyt, akartak neki tetszeni, és minden tőlük megtettek. És hiszem, hogy Isten ugyanezt akarja az életünkben elérni. Akarja, hogy tetszünk neki. Akarja azt, hogy kövessük őt, cselekedjük az ő akaratát. Menjünk arra, mert ő vezet bennünket. Legyünk olyan katonák, akik tetszeni akarnak az Úrnak. Akik az ő kedvét keresik. És hiszem azt, hogy Istennek tetszenek a nyertes csaták. De tetszenek a hűséges emberek is, akik kitartanak és küzdenek. És a hadseregeknél, a katonáknál nagyon sok esetben azt látjuk, hogy jó néhányan elhullottak a harc közben. Jó néhányan megsebesültek harc közben, de az egész nép az, aki nyert. Nem az a néhány utolsó katona, aki ott van, hanem azok is, akik az elején ott voltak. Azok hősök is. Hiszem azt, hogy Isten azt akar, hogy hősök legyünk. És nem arra vágyom, hogy hősi halottakkal legyen tele a gyülekezetünk, hanem arra vágyom, hogy Istennek a kegyelme, ereje, az tudjon rajtunk keresztül megnyilvánulni. Arra vágyom, hogy az emberek, amikor ránk néznek, akkor mondják azt, hogy igenis érdemes Istenért küzdeni. Érdemes Istennek a gyermekének lenni. Arra vágyom, hogy amikor más hívők, akik meg vannak fáradva, ránéznek, akkor tudjanak belőnk, belőlünk erőt meríteni, hogy figyelj, hogyha ezek a tesók így szeretik az urat, és így haladnak, hát nekünk is érdemes megpróbálni. Hát, ha bennünket is megáld az úr. És hiszem, hogy megáldja őket. Kell, hogy fény és világosság legyünk. Jézus ezt mondja, mi vagyunk a hegyen épített város. Nem azért gyújtják a gyertyát, hogy elrejtsék, hanem hogy mindenki lássa és világítson. És hiszem azt, az, hogy nem azért vagyunk itt gyülekezet, hogy senki ne tudjon rólunk, hanem azért, hogy is tudják azt, hogy itt van népek, Istennek kecskeméten. Vannak olyan emberek, akik szeretik az Urat. Vannak olyan emberek, akik kitartanak Isten mellett, akármilyen van az életükben, akár jön a elragadtatás, akár jön a nagy nyomorúság, nekünk felkészülteknek kell lenni. Mert harc az van, nem majd lesz valamikor, a harc az már most van, már most folyik. És egy katona akkor kezde, kezdi a hadviselését, amikor besorozzák, nem akkor, amikor már ott van a háborúban. Amikor besorozzák, amikor dönt, hogy ő segíteni akarja az országát. El kell végezni a kiképzést, el kell végezni a sok-sok nehézséget ahhoz, hogy ő tudjon kerülni a harcmezőre. Én hiszem, hogy nagyon sokan vannak, akik megkapták az elhívásukat, vannak, akik még most fognak elhívást kapni, sokan vannak, akik már kiképzésben vannak benne, vannak, akik már harcolnak, de hiszem, hogy mindannyian Istennek a népe vagyunk, Istennek a seregei vagyunk. Az előttünk lévőktől vesszük át a stafétabotot, és majd adjuk tovább az utánunk jövőknek, de egy nép vagyunk, és együtt harcolunk, és hiszem azt, hogy egy dicsőséget fogunk kapni Isten kegyelme által, mert győzelemre vagyunk jelhívva. És azt mondja az egyik helyen megint csak a pálapostól, hogy felettébb diadalmaskodunk azáltal, aki minket szeretett. Nem éppen, hogy csak győzünk. Nem valahogy megúszuk ezt a harcot, hanem diadalmas győzelmet aratunk. Megsemmisítjük az ellenséget Isten dicsőségére. Vágyom erre a Ilyes életünkben, gyülekezeti életünkben, meg vágyom azt, hogy az országunkban is, az ördögünk a mi ellenségünk tudjon megsemmisülni, tudjon innen eltakarodni, és ne itt legyen Magyarország szívcsakrája, ne itt legyen Magyarországnak a mindenféle ö, okkultista ö, központja, hanem az élő Isten dicsősége legyen ebben az országban. hogy Az emberek lássák azt, hogy érdemes Istent követni, érdemes Isten után járni. Vágyom arra, hogy mi ennek tudjunk részei lenni, és higgyétek el, testvéreim, ez csak rajtunk múlik, senki máson. Legyünk az Úr harcosai. Amen.